Továbbra sem kapták meg a beígért állami támogatást a benzinkutasok, ezért sztrájkra készülnek. Augusztus 19-én és 20-án országszerte 5-600 független benzinkút teszi majd ki a zárvatáblát. A zárást megelőző napokban várhatóan minden kúton megnő majd a forgalom, ezért mindenkinek érdemes még a hét elején teletankolni az autóját. Pörög a kútoszlopon a számláló, jól alakul a vasárnapi forgalom ezen a kápolnásnyéki benzinkúton. A töltőállomás tulajdonosa azonban nem örül ennek. Minden egyes eladott liter benzinen és gázolajon 45-50 forint a vesztesége. Csak abban tudunk reménykedni, hogy egyszer véget ér ez a rémálom, visszatérhetünk a normális működéshez, és egy-két év alatt össze lehet szedni magunkat. Tavaly november 15-én vezette be a kormány az üzemanyagástoppot. Az első 4 hónapban semmilyen állami kompenzációt nem kaptak a benzinkutak, amiért a piaci ár alatt kellett árusítaniuk az üzemanyagot. Idén márciustól júniusig literenként bruttó 20 forint állami támogatást igényelhettek. Júliustól azonban ez a hozzájárulás is elapadt. Ez valamennyire segít életben maradni, ez egyfajta lélegeztetőgép, ugyanakkor ez csak akkor segít, ha meg is kapjuk, és nem csak ígérgetik. Na most jelen pillanatban kizárólag ígérgetés van. Hogy rábírják a kormányt a támogatás kifizetésére, drasztikus lépésre szánták el magukat. Augusztus 19-én és 20-án a hosszú hétvége első 2 napján üzemszünetet tartanak. Várhatóan országszerte 500-600 kút teszi majd ki a zárvatáblát. A magyar állam is a 30%-kal megnövekedett üzemanyagértékesítésen rekord bevételeket ért el jövedéki adóba és áfába, míg eközben ezek a kis közepes családi vállalkozások a tönk szélére lettek sodorva. A holtankoljak.hu becslése szerint jelenleg országszerte 100 benzinkúton nem lehet tankolni az üzemanyag hiány miatt. A kétnapos bezárás a meglévő ellátási problémákat tovább fokozza. Számolunk azzal is, hogy a hét közepén, szerdán és csütörtökön egy pánikvásárlással akár nagyobb terhet kaphatnak a színes benzinkutak is, úgyhogy mindenképpen arra buzdítunk, kérünk mindenkit, hogy akinek a hétvégére, jövő hétvégére programja van, az tankolja fel az autóját még a hét elején. A Független Benzinkutak Szövetsége szerint, ha jövő hét elején megkapják az elmaradt júliusi állami támogatást, közgyűlésen döntenek arról, hogy megtartják-e a tiltakozást. Híradónk megkereste a kormányt, hogy megtudjuk, számíthatnak-e kompenzációra a kutasok, de adásunkig nem válaszoltak kérdéseinkre.